Több beruházás is lezárult Kustánszegen. A településen közel 136 millió forintból újultak meg utak, járdák, emellett egyes szakaszokon korszerűsítették a csapadékvíz elvezetését. Mindenre a Magyar Falu program és más pályázatok adtak lehetőséget. A részleteket a helyszínen ismertették az újságírókkal. Az önkormányzat folyamatosan pályázott, így 16,5 millió forintot nyert a Dózsa utca rekonstrukciójára. Ezt 143 méter hosszúságban tették rendbe. Emellett olyan projekteket indítottak, melyek régi problémákat orvosoltak. A toppos pályázatból csináltattuk a csapadékvíz elvezetést, az, ami itt az árkokat lehetett látni, itt a hivatalunk előtt is, egész a Kossuth utcától a hivatalig, meg van egy belső utca, Jókai utca, ott meg a patakot kellett mélyíteni, árkokat kellett kitisztítani, akkor átereszeket kellett kitisztítani, akkor olyan, hogy a kapubajárókat megcsinálták, tehát ezeket csináltuk, akkor még a BMS pályázat, ami viszont itt lehet látni a járdát, egész a Kossuth utca elejétől fogva idáig ez megtörtént, aztán BMS pályázat volt. Ahhoz önerő is kellett. A Magyar Falu program és a többi központi forrás az elmúlt időszakban a kistelepülések aranykorát hozta el, mondta Vig László országgyűlési képviselő. A felhasználást illetően jó példa Kustánszeg, ahol a fejlesztendő területeket évekre előre kijelölték. Ez azt jelenti, hogy az állam által biztosított források jól hasznosulnak, hiszen a helyi tervezők, a jegyzők, a polgármesterek, a képviselők, a kivitelezők úgy dolgoznak együtt, hogy annak van eredménye és haszna, úgyhogy nagyon fontos, hogy sok ilyen kis település legyen, mint Kustánszeg, akik a elnyerhető forrásokat olyan dologra használják, amely fontos, hogy az itt élőket szolgálják, hiszen Kustánszeg egy olyan település, ahol jó élni, lakni és dolgozni. A községben ugyancsak állami támogatással megoldották a kultúrház szigetelését, amire 15,5 millió forintot fordítottak. Új aszfaltréteget kapott még a Parasza felé vezető út. Erre a célra több mint 40 millió forint állt rendelkezésre.